Campus Online. Olvas, tájékozódj. Ősbemutató a Margit szigeten. A vérgrófnő Báthori Erzsébet történetét a Szabadtér színpad és a Kolozsvári Magyar Opera Társulata mutatja be a budapesti nyári fesztivál keretén belül. Szomor György, Pejcsik Péter és Miklós Tibor szerzeményét Bagó Bertalan rendezte, és Novák Péter koreografálta. Én azt mondanám, hogy ez egy musical alapvetően, ami operára van hangszerelve. Talán ez a leghelyesebb definíciója. És operai zenekar játsza, operai kórus énekel, operisták éneklik a legtöbb szerepet, kivéve azt az öt fő szerepet, amiben a budapesti művészek játszanak, amit musical énekesek játszanak. Én számítottam valami nagyon izgalmas dologra, de nem számítottam, hogy ennyire izgalmas lesz, mint ami végül is sikerült. Cserépeiktől a világtól elszállnak, én is szó sőrizet alatt, légy saját házatban, rab! Vagyonomra fájt a fogatok, de abból nem esztek, visszaüt minden, szemen szedett hazugságtok! Van egy-két darabom, amiben azon kell küzdenem, hogy 10-13 tagú, 10 vagy 13 tagú zenekar legyen. Ehhez képest itt egy 60 tagú szimfonikus zenekar van a zenekar járókban, és hát ez hallatszik is. Van egy olyan zenei világ, ami nagyon hasonlít a tulajdonképpen az operára, de inkább azt mondanám, hogy azok a nagyon híres, nagy szélesvásztú filmekre. Egész végig szól a zene, és a prózák alatt is szól a zene, és ez van egy rendkívül nagy zenekar, a Kolozsvári Operaház zenekara, több mint 50 tagú vonósok, és hozzá van egy 40 tagú kórus, és ehhez van még balettkar, tehát minden olyasmi, ami az operára emlékeztet, viszont a dallamvilágában, díszletkezelésben, formanyelvében, mozgásaiban pedig hasonlít egy kicsit a musicalre. És ennek a kettőnek az egyvelegé, vagy határmesdjén működik a történet. És ehhez még van egy olyan, amit hogy rendező kitaláltam, hogy magak a jelenetváltások azok nem ilyen snitszerűek, hanem montástechnikával készülnek. Tehát olyan, mint egy álom, mint egy szürrealista vízió, hogy még az előző szereplő bent van a térben, mint az álomban, és a következő hozzájön. És így mosódik egymásba a jelenetek egymás utánisága, térben és időben. És ennek olyan izgalma, ilyen szürreális látomásvilága. Aztán utána operetteztem, műzikeleztem nagyon sokat, sokat játszottam az Operett Színház Batáriába, tehát a műzikelbe teljesen otthon voltam. És az élet érdekes pontja, hogy tulajdonképpen 2 évvel ezelőtt elkezdtem abszolút az opera irányába indulni, és két fantasztikus mesteremmel, a Tokod Ilonával és a Laki Krisztina, két világhírű művésszel elkezdtem dolgozni, és igazából úgy gondoltam, hogy már többet nem is fogok se operettet, se műzikelt énekelni, csak operát, és akkor jött tulajdonképpen ez a felkérés. Basszus szerepet játszom, amit eredetileg nem én játszottam volna. Valahogy így hozta a sors, hogy ezt a basszus szerepet játszam én. Kipróbáltam magam, azt mondtam, hogy jó, hát legfeljebb majd nem fogom csinálni. Nagyon megszerettem, és azt mondták, hogy állítólag nem is vagyok annyira rossz. Ahhoz képest, hogy tenorokat szoktam csinálni, hát itt igazából ez egy komoly megmérettetés számomra, énekesileg egy nagyon komoly kihívás. Nagyon gonoszt játszom, és nagyon mélyen. Áldozatai félében fürödtél, de
testüket megcsunkítván vadállattá lettél. Mindezekért téged királyunk írásos parancsára. Új megvilágításba kerül a Báthori Erzsébet története. Tehát ugye azért itt történelmi pontokról beszélünk, de a mai napig nem bizonyította be senki, hogy ő egy vérgrófnő volt. Inkább ez egy olyan megközelítése Báthori Erzsébetnek, ahol egy koncepciós perként mutatjuk be az ő sztoriát, az ő történetét. Miért? Hiszen az akkori Habsburg hatalomnak a Báthori család egy óriási ellenpólus volt. Óriási konkurencia. Tehát a Habsburgoknak és az akkori külföldi politikai erőknek, hatalmaknak érdekében állt az, hogy bizony ezt a Báthori nevet bármilyen ürüggyel, bármilyen áron, de valamilyen szinten besárazza. Tehát Báthori Erzsébet a budapesti nyári fesztivál keretén belül a Margit szigeti szabadtéri színpadon.